A Szadai Bioház és a Szadai Polgárőrség önkéntes munkával egybekötött családi ökoprogramra invitálta a térség lakóit a Szadai Pazsaki utcába. Az önkormányzat által biztosított ingatlan birtokba vételére március 14-én került sor. A bioház ötletével Varga Farkas Edit Sára közel egy éve kereste fel Szada akkori polgármesterét, Vécsei Lászlót. Polgármesterségem utolsó hónapjaiban volt, talán tavaly tavasszal valamikor egy számomra ismeretlen hölgy beállított, mert fogadóórára, sőt azon kívül is mindig kerestek, és a hölgytől egy meghökkentő dolgot hallottam, hogy sörkollektor, amit először nem tudtam értelmezni, aztán elmondta, hogy ez arról szól, hogy egy ilyen bioprogram keretében egyébként összegyűjtendő és hasznosítandó üres-sörös dobozokból ezek segítségével nyernek energiát, amivel gyümölcsszárítót, aszalót működtetnek, és hogy erre komoly programot szerveznek, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt bemutatják, hogy ez a gyümölcsszárítás, ez hogy is működik. Ugye Szadán az aszallás, a gyümölcstermő Szent Szadából következően egyébként egy nagyon régi hagyomány. Én örültem neki, hogy ezt valamilyen formában föl lehet eleveníteni, és láttam a meglepődést a hölgyön, amikor azt mondtam, hogy hoppá, lenne is egy ilyen ingatlan, mert nekem rögtön ez jött be, hogy a Pazsaki út végén van egy olyan, aminek kertje már igazából nincsen, amit olyan mértékig nem érdemes rendbehozni, hogy lakóház legyen, viszont erre a célra, amit a hölgy említett, erre úgy első hallásra alkalmasnak tűnt. Az épületet közösen kaptuk meg a polgárőrökkel. A polgárőrök itt tartják a havi közgyűlésüket, és ők vállalták azt a feladatot, ami nem kevés, hogy rendbe teszik. Ez egy elhanyagolt hétvégi ház, úgyhogy már egy közfalat kibontottak, folynak jelenleg is a munkálatok. Úgyhogy remélem egy gyümölcsöző együttműködés lesz ez a polgárőrökkel. Most hogyan veszik ki a részüket a mai napban? Hú, nagyon aktívak, nagyon lelkesek, nagyon kedvesek. Egyik polgárőr, Pista bácsi, a mesterszakácsunk, ő több főző versenyt nyert, úgyhogy garantált a paprikás krumpli minősége. Nagy Laci is itt volt, ő a polgárőröknek a vezetője, segített mindenbe, akár a krumpli hámozás, akár az egyéb praktikus dolgok megoldásában itt van, az elejétől kezdve segít minket. A Szadai Művelődési Háznak a vezetője, Zsóka, ő az első pillanattól kezdve felkarolt engem és támogat, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy neki legalább akkora része van abban, hogy végre elindult és Szadán itt működik. Az e fajta gondolkodás, irányultság, környezettudatosság, és hogy létrejöhetett akár ez a mai nap is, mint nekem. Úgyhogy hálásan köszönöm neki is. A Szadai Bioház vezetője már gyermekkorában megismerkedett a környezettudatos életmóddal. Édesapám falun nevelkedett, és ő tanított meg a gyógynövényekre, hogy mire jó, mire lehet használni. Tehát én ezt gyerekkoromtól szívtam magamba, az eredeti végzettségem kertész. Pár évvel ezelőtt elvégeztem a Szent István Egyetemen egy képzést, aminek Ökomama volt a neve, és itt ökoturisztikai és ökogazdálkodási szakértő végzettséget szereztem. Ez kifejezetten kisgyermekes anyukáknak volt ez a képzés. Nagyon-nagyon jó volt, rengeteg, tehát minden, ami belefér ebbe a témakörbe, ami nagyon-nagyon széles, mindenből kaptunk ízelítőt. Nagyon képzett, nagyon felkészült tanárok tartották, gyakorlati foglalkozások is voltak, ösztöndíjat kaptunk, a gyerekeknek biztosították magánbölcsödébe az elhelyezést. Ebédet kaptunk, kiszolgáltak minket, úgyhogy ez egy kisgyermekes anyukának ez maga volt a paradicsom. A délelőtt folyamán élő fűszakerítést is telepítettek Kalákában a résztvevők, akik a Szadai Polgárőrség által főzött bográcsos paprikás krumplival pótolhatták a munka során elvesztett energiát. Konkrét terveink között szerepel ennek a szőlőlugasnak a rendbetétel, amin látszik is, hogy Péter bácsi, nyugdíjas kertészmérnök, ő megmetszi nekünk a szőlőt, és ősszel a gyerekekkel szeretnénk ebből a mesterszakácsunk segítségével, mert hogy ő tudja a technológiáját, szőlőlekvárt készíteni. Ugye bizonytalan voltam benne, mondom, hogy ha kiszedem a szőlőnek a magját, héja kijön belőle, akkor szőlőlé lesz abból, hogy lesz lekvár, de állítólag van rá egy tuti módszer, úgyhogy az ő segítségével szőlőlekvárt készítünk a gyerekeknek. A ház sarkánál van egy kemence, kevés felújítási munkálatokkal rendbehozható, és szeretnénk közösségi kemenceként használni. Kenyérsütések, ünnepek, különböző rendezvények, programok alkalmával lehet benne sütni, főzni. A kert többi részébe szeretnénk csónakágyásokat készíteni.
ami hát egyfajta magasságyás, fűszavesszőkkel körbefonjuk ezeket a csónakalka ágyásokat, és akkor ebbe lehet zöldségeket, epret telepíteni, és a gyerekek ezt könnyen tudják művelni, könnyen karbantartható. Aztán szeretnénk különböző kertészkedési módokat kipróbálni, mint például a szalmabála kertészkedés, dombágyás. Tehát, hogy mindenki, akinek kedve van, bizonytalan otthon abban, hogy kipróbálja-e, idejön, megnézi, hogy működik-e, és hogyha tetszik neki, akkor otthon saját kertjébe kipróbálhatja. Most a mai nap folyamán az időjárás ellenére nagyon-nagyon sokan jönnek. Jöttek Erdőkertesről, Őrbottyámból, Veresről, Gödöllőről, innen Szadáról is természetesen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egész kis térséget összefogja, ami nagyon nagy pozitívuma a kezdeményezésnek. A Szadai Bioász kertjének öreg szőlőtőkéi szintén ápolásra szorultak. Hány éves ez a szőlőlugas? Hát ez, ha úgy elnézegetem, lehet egy olyan 2-3 évtizedes. Nagyon sokat ki kell metszeni belőle, és nem mindegyikhez van reményem, hogy újra fog hajtani. Vagy úgy fog hajtani, hogy valami épkézláb szőlő legyen. Nagyon nehéz az ilyen nagyon régóta elhanyagolt szőlőt rendbe rakni. És ahány ember annyiféleképp rakná rendbe, tehát szegény szőlő nem is fogja tudni, hogy hogyan jön ő magától rendbe. A Szadai Bioház a megújuló energiák hasznosítási lehetőségeinek demonstrálására sörkollektoros aszalóberendezést készítetett, mely 96 darab sörös dobozból áll, és 3 darab összesen mintegy 1,5 négyzetméter alapterületű aszalótálca fűtését hivatott ellátni. Az aszalóberendezést Kókai Ferenc, a kivitelező cég ügyvezetője mutatta be a jelenlévőknek. A sörkollektoros aszaló egy napenergiával működő berendezés. A napenergián kívül semmiféle energiát nem használ. A napenergiát a berendezés alsó részén egy napkollektor formájában létrehozott sörös doboz oszlop sor gyűjti be, és ezt a napenergiát hasznosítja arra, hogy a sörös dobozok vékony falán keresztül átadja a sörös dobozok belsejében áramló levegőnek. A napkollektor alján belépő nyílásokon a környezeti hideg levegő fog a berendezésbe bejutni, és fölhaladva egészen végig a sörös dobozokból létrehozott oszlopokon a sörös dobozok falától fölmelegszik, és az aszalóházban, a ház alsó részén fog bejutni, ahol az aszalóházon belül elhelyezett 3 darab tálcán keresztül áramolva ez a felmelegített levegő folyamatos légáramlás mellett szárítja az ott elhelyezett gyümölcsöket és zöldségeket. Az aszalóberendezés a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával készült. A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézmények. Többek között segíti és feltárja a gazdaságfejlesztés segítő innovációkat, közösségfejlesztés feladatai között, ez is egy fontos feladat területe. Mi a Pest megyei iroda munkatársai kerestük azokat a kezdeményezéseket a megyében, amelyek ehhez a feladathoz tudnának kapcsolódni. Ide Szadára úgy jutottunk el, hogy a második kulturális közfoglalkoztatási programban Edittel, Varga Farkas Edit Sárával megismerkedtünk, aki akkor kulturális közfoglalkoztatott ként szerepelt a programunkban, és a Veresegyházi Művelődési Intézménynek volt kulturális közfoglalkoztatottja. Akkor ott ő kigondolta ezeket a bioházkörök, ökoházkluboknak a működését, működtetését, és aztán addig-addig tovább gondoltuk ezt a feladatot, amíg sok partnerrel, köztük a Szadai Önkormányzattal, illetve a Veresegyházi Művelődési Intézménnyel, és még számos környékbeli művelődési intézménnyel, többek között az Erdőkertesi Faluházzal is közösen gondolkodva ezen tudtuk fejleszteni ezt a programot. Így, és akkor ennek eredménye lett ez a mai nap. Ha valaki szeretne csatlakozni, részt venni ebben a munkában, hogyan teheti ezt meg? Akár a Szadai, az Erdőkertesi, vagy a Veresegyházi Művelődési Ház vezetőjén keresztül, vagy művelődési házon keresztül meg tudja az én elérhetőségemet kapni, vagy a rendszeresen tartott foglalkozások ki vannak plakátolva minden településen, és ott is fel van tüntetve az elérhetőségem. Úgyhogy jöjjenek bátran, bárkit szeretettel látunk.